Sziasztok! A mai videóban egy Valentin napi sminket készítettem nektek, ám ezúttal nem hagyományos vörös, illetve rózsaszín árnyalatokat használtam, hanem barna, valamint egy kis fekete színekkel készítettem a szemsminket. Ha érdekel benneteket a videó, akkor tartsatok velem! Legelőször, mint mindig, szemhéj alapozót viszek föl, simán az ujjaimmal dolgozom el, ez a Kriolán Supra Color Ivory árnyalatú alapozója. Az első színárnyalat egy sötét barna szín, amit a Makeup Pro London palettámról választottam, és ezt egy pufi ecset segítségével viszem föl a külső sarok részre, valamint a mélyítő vonalra. És ügyelek rá, hogy nagyon jól eldolgozzam. Az átmeneti szín ugye azért szükséges, hogy ezen sokkal könnyebb legyen utána satírozni a sötétebb színeket. Az alsó szempillák tövébe egy picit koncentráltabban viszem föl egy vékonyabb ecsettel ugyanezt a barna színt. Következik egy alap, ez egy Catrice Smoky Eye ceruzával lett készítve, aminek igazából egy kicsit ilyen olívás az árnyalata. Erre azért van szükség, hogy sokkal jobban beletapadjon a szemhéjfesték, amit majd ide fel fogok vinni, és igazából ezt is csak az ujjaimmal dolgozom bele a bőrömbe, majd pedig fölviszem rá ezt a nagyon szép, fényes, sötétbarna árnyalatú szemhéjpúdert egy szemhéjfestékecset segítségével. És ugye körülbelül a szemhéjamnak a háromnegyed részére viszem föl. Ha ez is megvan, ismét ceruzát veszek elő, amivel a külső sarok részen készítek egy alapot. Ez egy Sephora szemceruza, sötét barna a színe igazából, majdhogy nem fekete, és ugye a külső V-t rajzolom meg, majd pedig egy szivacsos ecset segítségével eldolgozom, de figyelek rá, hogy ne satírozzam túlságosan föl. Ezután egy másik tiszta satírozó ecsetet belemártok egy kis fekete matt szemhéjfestékbe, és ahová az előbb az alapot vittem, oda fogom ezt a szemhéjfestéket is fölvinni, és egymásba dolgozom a barna színárnyalattal. Itt már egy nagyon picit föl lehet mászni a szemhéjfestékekkel, majd pedig az előző ecsettel is visszatérek, ugye, hogy nagyon szép átmenetet képezzünk a barnával, valamint a feketével is. Az alsó szempillák tövét, valamint az alsó és a felső vízvonalakat is megrajzolom ugyanazzal a szemceruzával, amivel az előbb ugye az alapot készítettem. Az alsó kihúzást pedig eldolgozom egy kis fejű ecsettel. A szemöldökcsontomra, valamint a belső szemzughoz highlightként egy világos színű, fényes szemhéjfestéket használtam. Jelent egy picit sok lett, így visszatértem az előző ecsettel, és egy picit eldolgoztam, majd ugye a szemöldökcsontomra is fölviszem ugyanezt a színt. De ide matt színeket is lehet nyugodtan használni, nem muszáj, hogy fényes legyen. Fölkerült a műszempilla, valamint a spirál is, és most egy nedves törlőkendővel eltávolítom ugye a lepergett szemhéjfesték maradványokat, és készülhet az arcom. A Rimmel Match Perfection 100-as ivory árnyalatú alapozóját viszem föl most az arcomra, egy benedvesített Beauty Blender sminkszivacs segítségével. Korrektornak a Maybelline Instant Eraser korrektoromat használom, amit nagyon-nagyon imádok. Ennek 01-es light az árnyalata, és egyébként én ezt annyira imádom, hogy nagyon sokszor alapozó nélkül csak ezt szoktam használni így a mindennapokban, mert igazából nem csak korrektorként, de alapozóként is abszolút megállja a helyét, annyira tökéletesen fed, és annyira szuper király az állaga, nagyon imádom tényleg. Szintén a Beauty Blenderrel dolgozom el.
következik a fixálás, a gauche setting púderét használom a szemem alatti terület fixálására, valamint az arcomat is ezzel mattítom le. Következik a kontúrozás, ez kimaradt a videóból, de egyébként a Sleek mini palettámnak a barna színű kontúrárnyalatát használom, és keretezem az arcom a sötétebb színnel. Következik a pirosító, W7 Orion árnyalatú pirosítóját viszem föl a kontúr fölé, ezután pedig szintén a Sleek highlighterét választottam ehhez a sminkhez is. Az ajkaimat megrajzolom egy barna színű ajakkontúr ceruzával, és a mai videóban egyébként egy kicsit, hát trükköztem, kevergettem a színeket. Legelőször W7 egyik Nude Caked árnyalatú matt ajakrúzsát használtam, és erre vittem rá egy nagyon pici, krémesebb ajakrúzst, aminek a színe, hát pirosas árnyalatú, és ezzel kaptam egy olyan árnyalatot, amilyet szerettem volna, tehát hát egy, igazából egy kicsit ilyen rózsaszínes, vöröses árnyalatú, szerintem nagyon szép szín, és igazán passzol ehhez a barna színű szemhéjfestéshez. És igazából ennyi lett volna ez a Valentin napi smink. Készítsétek el, hogyha van hozzá kedvetek, illetve van valamilyen programotok estére. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy tetszett nektek, és találkozunk legközelebb. Mindenkinek nagyon kellemes napot és estét kívánok. Sziasztok!